Új PC érdekel? Full fire? Nem lopott? Vagyis alig használt? Igazából meg se vették. Fehér, mint templomfala. És igazából rohadt menő. Sziasztok! Ebben a videóban össze fogok rakni nektek 520 000 forintért egy fehér buildet AMD Nvidia kombóval és román magyar árak versusban. A magyar oldalon egy boltot használtunk, a román oldalon kettőt, az árukereső és román megfelelője a compare.ro-val vetettük össze. Az árukeresőben direkt választottam egy boltot, hogy ingyenesek legyenek a szállítások, úgy, ahogy a román keresőben is két boltot választottam, kettő ingyenes szállítása. Nem fogom sokat húzni a szót, pár dolgot majd mondok az alkatrészekről, már egy csomó ezek közül ismert, na de, vágjunk bele! Full fehér PC, 523 és 525 ezer forintért. Itt és most tippeljétek meg, mi volt olcsóbb, a román bolt vagy a magyar? Maga a számítógép egy kedves vásárlómtól származik, hiszen PC tanácsadást vett igényben, vagyis igazából teljes körű építést, amit már jó páran, amit hogyha ti szeretnétek itt a Patreonomon megtaláltok, és egy Google Meeting keretén belül tálcsot adunk. Na de nézzük, neki 500 ezer forint volt a keretje, azt mondta, hogy kicsit bővíthető, hát bővített. És itt is van első alkatrészünk, a Kazi Computers lett az egyetlen egy oldal, ami szerint vásárol itt a magyar oldalon. Kazi, mindent bazi. Na, amúgy egyébként teljesen okés árai voltak, és rohadt jó típusban adja ki a dolgokat. Két hét szállítás. Nagy kereskedő, két hét szállítás, teljesen rendben van. Megrendeled, megjön, biztos, beszerezhető. Ugye itt mindenhol ez van feltüntetve, egy maximum ennyi mennyiségben. 5-10 munkanap, szerintem király. A processzorunk az AMD Ryzen 5 7600X, jó magam is ezt használom. Kisebb problémák, de mindig hülyeskedek. Tökéletesen működik a processzor, hibátlan, és battle-nekelni fogom, és majd mondom, hogy miért. Majd érkezik kedvenc alaplapom, az ASRock B650 Pro RS. Fehérnek olyan, mint a hó. Milyen meg még egy kis patkány, egy kis sáros. Két slot, négy slot, sima agliba. VRAM, hűt, mint a kurva élet. Ryzen 9 7950X 3D-t is lazán elviszi, maximum 75 fokon VRAM-ok. Ezzel a proxival olyan 35-45 fok között fognak duruzsolni a VRAM-ok, egyszer 8 pin, bőven elég áramfelvétel ennek. És kifejezetten minden portból RGB-RGB csatlakozó is található az RGB nagy fanatikusainak, meg minden ezek mellett átcsoport kiosztással teljesen rendben vagyok. Na de következő, memória. Fehérnek olyan fehérnek kell lennie, mint a kurva élet, epapa telepító. 5600 MHz, mert az alaplapnak ez a sweet spotja, CPU ki tudja hajtani, és kifejezetten király. Következő alkatrészünk pedig a hófehér hűtők hűtője, a hűtők mekkája, a Deepcool AK620. Kicsi. Jó a hűtő? Jó a hűtő. Kurva halk. Gyönyörű. Mua! Ilyen szép Deepcool. Dolgoznák veletek. Következő, ha már Deepcool, akkor Deepcool legyen rendesen, a CC360, ami a gépházú gépháza. Kettő ventilátor jön elől, egy hátul. Ha fehérek lennének ezek a ventilátorok, hibátlan lenne ez a gépház. De nézzük pár aspektusát a gépháznak. Alapvetően szemből brutálisan jól néz ki. Fent van a mindennek fent van a helye, értitek? Vízhűtőtől a gépházban nem raknék. Ez airflow-ban tökéletes. Belemegy az alaplap? Kényelmesen jól. Bele fog menni a videókártya? Kényelmesen jól. Kicsi a gépház? Igen. Kicsik az alkatrészek? Igen. Jól fog kinézni, hogy az egész ház ki van töltve? Kurva jól fog kinézni, hogy az egész ház ki van töltve. Felteszem a kérdéseimet, válaszolok rá. Akartok vinyót? Belerakhatjátok. És az, hogy itt oldalt vannak a portok, hát én ezzel következő pedig kedvenc tápom, és a legjobb árérték arányú táp a piacon. A Seasonic G12 GZ tápegység 750 watt, és ugye ATX, meg nyilvánvalóan gold minősítésű tápegység. Az Asus Dual RTX 4070, és ugye itt már nagyon-nagyon sokatoknak azonnal feljön a kérdés, hogy miért 40? Három indokból. Ez a számítógép 2K gamingre van kitalálva, és hófehér kellett legyen. Tehát az Asus nagyon olcsón adja a gyönyörű fehér, kurva menő, brutál jó hűtésű kártyáját, és egy 4070-ről beszélünk, kérem szépen. RX 7800 XT-t is vásárolhattok, saját döntés, de az drágább lesz, de viszont ennél jobb. És alapvetően ez a processzor ki tudja hajtani a 4070-et a megfelelő játékoknál. Mert az összes játéknál, ahol a GPU orientation a main task, ott ez az állat gyönyörűség mindent el fog vinni. Majd utolsó alkatrészünk a háttértár lesz, ami gyakorlatilag a Kingston 22-28-as SSD-je az alap 2-3000 MB per másodperces írás olvasási sebességével olcsó, jó, gamingre elég, munkára Fury-t ajánlok, vagy KC3000. És ugye ezzel a konfigurációval a
végösszegünk az 523.340 forint, szállítást nem kell fizetnünk, egybe fogja kiszállítani a cég, és gyakorlatilag egy helyen megrendeltünk mindent, és lett egy full fehér PC-nk, brutál jól néz ki, garancia van rá rendesen, cégként tudsz rendelni, minden kurva jó, 2K-n bármilyen játéka boldogul, na de majd mutatok a videó végén felvételeket. Majd nézzük át a román piacot. Gyakorlatilag szálltam az alkatrészeket, így egybe mindent, mint látjátok, pontosan ugyanazokat választottam, ezeket csak szeretném így nektek megmutatni, hogy kivétel nélkül ugyanazokat választottam. Itt 4665 lej jött össze, a 9 bani az már borravaló, az ipon volt. A másik boltunk pedig a 4IT, ami ugyanegy olyan nagy ker, mint a kezi. Én mindent onnan rendelek, mindent a 4IT-ről rendelek otthon, és gyakorlatilag 4 alkatrész jött ugyanúgy a 4IT-ről, mindegyiket látjátok, hogy pont ugyanaz. Itt 2003 lej 93 bani volt a végösszeg. Ami 668 lej, legyen 669, csak mert kedves vagyok és szeretem őket, és így gyakorlatilag 528.050 forintocska jött ki végeredménynek, amit ha egy kicsit belegondolunk, és elkezdjük számolni a nagy áfát, a nagy váltást, a nagy mindent, nem olcsóbb Romániában ez a gép. 5000 forinttal drágább, szállítással nem fizettünk, az alkatrészek ugyanolyanok, az alkatrész garanciáztatása ugyanaz a szervizhez fog menni, és minden pont ugyanolyan. Na de hogy miért van ez a kurva nagy különbség? Az egyetlen indok az az, hogy a kazi nagykerként árul mindent olcsón, a 4IT pedig nagyon hamar rájött arra, hogy hát ott lehet ott csalafintáskodni. Pár alkatrész direkt így pakolgattam jobbra-balra, ám bár a lényeg az volt, hogy hasonló legyen a végösszeg. Egy félmilliós gépnél elhanyagolhatóan kicsi. Na de, a héten érkező egyik videóban 750.000 forintért rakunk össze egy gépet, amit amúgy a román és magyar piac összefűzéséből raktam össze, csak román piacon 770.000-be jött ki, csak magyar piacon 824.000 forintba jött ki, ami azért kurva nagy különbség volt a 750.000-es kerethez képest, így 750.000-ből raktuk össze keverve a két piacot, kifejezetten elégedett voltam vele, és nagyon király, ebből majd PC építős live is lesz, minden has. És akkor most térjünk ki a gaming testre. Death Game Dude stúdiótól fogjuk megnézni az RTX 4070 Ryzen 5 7600X tesztjét különböző játékokon. A Last of Us, Setting Ultra, a DLSS off, és barátom 2K-n játsza, ugye 99%, azaz azt jelenti, hogy ki is van hajtva maga a videókártya, és ugye, mint látjátok, csak félig terhelődik. Következő játékunk pedig legyen a Cyberpunk, ahol average-ben 65 FPS-ünk van, nyilvánvalóan itt is látszódik, hogy ki van hajtva minden, és ez az, amit a videókártyát tud, viszont Ultra, DLSS quality, Ray Tracing on, FGA! Mindenki legbuzarántosabb kedvence, miért is ne? Hát a Warzone. És hát ugye, 2K, a videókártya ki van hajtva, és mint látjátok, tévedtem, hiszen a CPU bőven elboldogul a kártyával, és a Battle.net kalkulátorokat nyugodtan így feldughatjátok valahová, mert gyakorlatilag látjátok, milyen szépen hozza 148 FPS-t, tökéletes teljesítmény, temperature-ben 55 fokon van a videókártya, imádom, hogy nem melegszik, ugyanúgy, hogy a CPU is maximum egy 58-62 fokot ér el. Majd utolsó játékunknak szeretném bemutatni a Red Dead Redemption 2-t, ahol ugye egyből ugrunk 4K-ra, köszönöm szépen YouTube videó, de még látjátok 4K-ban is 60 FPS average-ben megvan. Szerintem 520.000 forintért egy általános gamernek ez a teljes setup elképesztően jó, maximálisan ki tudja használni, és nem igazán lesz problémás vele. A 4070 tényleg az a kártya, ami bizonyos játékoknál elkéri a kompromisszumot 4K-n, de hogy 2K-n semmi baja nincs az égvilágon. És én azt tudom mondani, hogyha te játszani szeretnél probléma nélkül, és egy gyönyörű fehér gépet akarsz az asztalodra, akkor ezt vedd meg. Jó lesz, a gép az airflow-ra való, a procit lehűti a procit, és felejtsétek már el ezeket a designer AI-okat. Bénák, nem hűtenek jól, csöpögni fog, recsegni fog, kopogni fog, meg fog halni, problémás lesz. Vegyél egy ilyen gépet, és élvezd a gaminget!